Sziasztok, szép délután kívánok, én Kohán Gergely vagyok, üdvözlöm mindenkit itt a Világszájtunk Facebook oldalán ismét. Hát gyakorlatilag soha nem látott kerékpárlázban ég az ország itt az elmúlt napokban, köszönhetően elsősorban ugye korábbi vendégünknek a Giro d'Italia-n parádézó Walter Attilának, no meg a remekül sikerült Tour de Hongrie-nak, és hogy ez a kettő tulajdonképpen egybeesett, ez csak a hab a tortán. Túl vagyunk tehát minden idők legszínvonalasabb magyar körversenyén, így a mai vendégünk nem is lehet más, mint Eisenkammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője, feltámasztója, szíve, lelke, úgyhogy köszönjük szépen, Karcsi, hogy két nappal a lefújás után már is itt vagy velünk, szervusz, üdvözöllek! Szervusz, sziasztok! Sikerült-e már legalább egy picit pihenned a verseny óta, vagy ez a szó nincs benne a szótárodban? Abszolút sikerült, tehát hogy teljesen másképp ébredek reggel, mint a verseny előtt, vagy verseny alatt. Sokkal nyugodtabbak az éjszakák. Az nem jelenti, hogy problémamentes, mert szerintem csak azt tudja, aki már rendezvényszervező cégnél dolgozott, hogy mi történik utána. Tehát azért az így rendesen keresem a szavakat, hogy mi dől ránk, szóval, hogy van feladat bőven a túr kapcsán is, de azért egészen más. Az a stressz, ami verseny alatt volt, ugye leginkább mi izgul egy szervező, hogy ne hibázzunk. Mi rajtad nem ugyan semmi, egyrészt, másrészt meg ne legyen baleset, főleg ne a mi hibánkból, és nem is sejtik az emberek talán, hogy mennyi minden alaposságban lehet hibázni, mindig utolabb, mindig könnyű kiderül, de verseny közben ez nyilván nem. Előtte nyilván nehéz ezt megjósolni, és hát a Budapest előtt is nem izgultunk, hogy ekkora a figyelem, média figyelem, meg ennyi ember előtt minden oké lesz, de a mezőny hatalmasat ment, és nagyon szép versenyt varázsoltak ide Budapestre, és egy mondhatnám bukásmentes, balesetmentes versenyt tudtunk végignézni, végigszurkolni. És akkor, ha már belementünk, akkor ha értékelned kellene picit, akkor főszervező szemmel hogyan láttad ezt az elmúlt majdnem egy hetet? Ez sokféle szempontból lehet nézni egy ilyen versenyt. Nyilván a szurkolói szem az nekünk is van, tehát mi is a magyarok felé húz a szívünk, és izgulunk annak, hogy legyen magyar jó szereplő, hogy a dobogós azért azt nem merem kimondani egy ilyen eseménynél, ugye a tavalyi év az egy extra kivétel volt. Nyilván egy ilyen 1-10-es helyezés az ebben a mezőnyben óriási eredmény minden nap, vagy nap lenne. Hát ez igazán nem jött össze, de azért közeliek voltak. Tehát azért, és kb. Az is jött be, amire tippeltünk, azok a versenyzők szerepeltek jól, akire számítottunk. Ugye a mezőnybefutókon, itt Karl Ádám tudott ilyen 16-17. Helyeken megérkezni. Ő is nyilván egy tízes helyezésnek ült volna jobban, de ez is egy tisztes helytállás, de nem még le egyáltalán az ő teljesítménye. Nagyon büszke vagyok rá, főleg, hogy ő is kőbányai, mint én. Tehát Ádámnak nagyon-nagyon szorítottunk. Ugye itt a Peák Barnának a teljesítménye, aki láthatóan nagyon készültek arra napra, amivel is dőlt a verseny. Ugye itt a Havzon, az Ausztrál verseny, tavaly harmadik volt a Tour de Hongrie, idén pedig meg tudta nyerni. A tavalyi hibát ki tudták köszörülni, és hatalmasat mentek, és azért Peák Barnának kellett hozzá a teljesítménye, hogy ő rengeteget dolgozott ezért a győzelemért, a csapattársként és azon, hogy le a kalappal. Hát a győzelmet nem kell megmagyarázni, a csapatuk egy sárgatrikóval ment haza egy szakaszgyőzelemmel, szóval is oda tette magát. Ugye itt Vettel Erik volt, akinek igazán a verseny előtt nagyon szorítottunk, hogy ő lehet az, aki behozhatja összetettben a versenyt az 1-6-ba, a 10-be, esetleg 1-6-ba is be tudott volna érkezni. Neki sajnos ugye volt egy komoly bukása Tatán, Tatai befutó őt egy nagyon rossz helyen, tehát nem is az utolsó 3000-en belül, hanem még a város előtt, egy nagyon szerencsétlen, nagyon gyors tempónál, és súlyos sérültünk is, egy csukló sérültje is volt, csukló törés is volt a bukásnak. Erik is elég komolyan sérült, de másnap rajta össze tudott állni, és hát ilyen körülmények között maga csoda, hogy végig tudott menni, és milyen jó volt, hiszen 11. helyen jött be Kékestetőn. Tőle szerintem egy ilyen sérülésre ez egy nagyon klassz eredmény, és ráadásul erre még rátett egy kalappa, még egy lapáttal, hiszen vasárnap szinte egész vészakésben volt a verseny során, tehát így elég tényleg óriásit ment.
És így aztán a legjobb magyar összetettben, ugye itt a jó sakkozva az erejével, meg szökésben, meg részfárák eredményével, ugye Perikány Jani, tehát szerintem ők négyen voltak a magyarok közül a kiemelkedően teljesítő sportolók. Mindenkinek nem gratulálok ezért, mert kell ez nekünk. Tisztában vagyok vele, hogy erről a témáról te valószínűleg napestig tudnál mesélni, de mégis picit leegyszerűsítve, hogyan néznek ki egy ekkora és egyre növekvő nemzetközi kerékpárversenynek a szervezési munkálatai, előkészületek, tehát mik a legfontosabb feladatok, kihívások, dióhéjban kérlek, ütözlek. Hát figyelj, én inkább azt mondanám, hogy kiemelek néhány dolgot, amire ki a fene gondolna, hogy ilyenekhez szükség van. Tehát az, hogy mióta járnak hozzánk ilyen nagy tételben, nagy mennyiségben virtuális csapatok, ugye proteinek, mindenki hasonló felszereltség és hasonló elvárásokkal, azokkal például a szállodák, az egy dolog, hogy a szállodákban minden letást kell adni. Az már nem is meselepődünk semmi. Na de azon, hogy egy szálloda parkolójában ki kell építenünk arra néhány napra egy komplett kempinget, mert a kemping alatt értve a kempinggyártáshoz szükséges áramkiárásokat, vízkiárásokat, amivel ellátjuk a buszokat, kamionokat árammal, vízzel, ez óriási logisztikai feladat, tehát teljes leterheltség a szállodának, hogy ezt tudjuk az áramot adni, meg a vizet. Ez nekünk egy sok millióba kerül naponta, hogy ez üzemel egyrészt, másrészt sok ember dolgozik rajta, és ez minden szállodában ezt meg kell csinálnunk. Vagy olyanok, hogy a minden reggel a csapatoknak ott kell állni a hegyekben a jégnek, meg a francia kenyér bagettnek. Tehát, hogy a bagett, de van külön bagett és jégfelelősünk, mert ez iszonyatosan fontos, hogy az ott meglegyen. Szóval, hogy ezek olyan figyelmet, ez talán érthető is, hogy érezhető is, hogy itt az, hogy legyen a szállodában rendben, az a minimum. Hát rengeteg ezt a dologra odafigyelünk. Nyilván ezek a csapatok azért nincsenek szállóőreik, tehát itt nem kérnek virágot a szállodai szobába, de ami a profi teljesítményhez kell, nyugalmat, biztonságot, azt igen. Meg a bagettet. Nyilván. Szóval ezek például az, hogy olyan figyelem van rajtunk, hogy a korábban néhány fős VIP területet Budapestre úgy kellett kibővíteni, hogy minden kedves vendég, aki szeretné ezt közelről látni, akinek köze van hozzá, akinek segített, támogatunk lehet, hogy őket kiszolgáljuk, hogy a VIP utók hogyan fölöknak körbe a városban, hogy parkolnak, hogyan cseréljenek utast, hogyan megy. Ezek is nagyon fontos részletkérdések. De az, hogy például volt, ahol nyilván nem Covid idején az lenne a célunk, minél több ember jön el, most ugye a Covid alatt pedig azt kellett tenni, hogy csitítani az embereket, hogy nem, sajnos nem tudunk plusz rendezvényt. Igen, sajnos nem fér bele a gyerekfesztivál, nem fér bele a túra, nem fér bele semmi, mert egyszerűen nem lehet, mert nem is törvényes, és nem is szabad. Például az Asagyarmaton konkrétan hetek előtte már még, de mégis legyen, és nem lehetett. Ez a nagyon komoly döntés ezeket meghozni, de hát sajnos ugye világjárvány idején az ember alkalmazkodik a viszonyokhoz, és visszafogtuk magunkat. De ettől még a verseny az ugyanolyan volt, amilyennek lennie kell. Karcsi, remélem, hogy nem így diszkrét a kérdésem, de esetleg költségvetési számokat tudsz-e mondani, vagy az szigorúan bizony? Azért nem titkosak a számaink, a számaink nagy része, mert hogy az sem titok, hogy a versenynek a büdzséjének jelentős része Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, illetve állami támogatásból érkezik. Ezért ha valaki utána akar nézni, akkor megnézheti a kormány döntéseket, hogy ezek milyen számok. De a teljes büdzsét is merem mondani. Nagyjából 700 millió forintot lát a könyvelünk a versenyből, de ez nem a teljes büdzsé. Az azért fontos ezt tudni, mivel nagyon sok olyan partnerünk van, aki nem pénzügyileg támogat, hanem technikai segítséggel. Mondjuk az Antenna Hungária és a magyar, az MTVM megbízásából az Antenna Hungária rengeteg dolgot eszközt biztosít a versenyen, hogy legyen TV adás. Az NTVA ugye egyrészt az adásidőt adja nekünk a magyar televízióban, az N4-en, másrészt pedig ők rendelik meg azt a rengeteg eszközt, ami ott van a verseny helyszínén.
ugye részben mi fizetjük, mi a költségét, és nem részben teljesen mi a költséget a versenybüdzséjéből a belga stábnak, aki dolgozik. Tehát egy nagyon, nagyon komoly csapat áll össze, nagyon sok kerülőből csapat áll össze a verseny közvetítéséhez. Például a helikopternek az üzemeltetése az 5 cég adja össze. A helikoptert adja valaki, valaki adja a kamerát, valaki adja a kameramozgató eszközt, valaki adja a tartószerkezetét, valaki adja azt az eszközt, ami onnan továbbítja a jelet, ez mind-mind más-más cég. Ezeket egybe kell raknunk, például a helikopter egy bődöletes nagy-nagy összeg a kamerákkal együtt a verseny költségvetésében, de a legfontosabb kameránk a verseny alatt a heli. Szóval így azért az a 700 millió elsőre kimondva sok, aztán amikor elkezdjük számolgatni, hogy ebből mi igazából elköltjük a 2/3 részét a média megjelenés, a média gyártásra, magára a versenyszervezésre naponta kb. 50 millió forintunk marad. Ami ezt a mezőnyt nézve már azért nem akkora szám. Úgyhogy a szállást mi fizetjük, a rajtpénzeket, a pénzdíjakat, és a teljes kommunikáció, ami még marad a tévén kívül, és ebből a pénzből van, meg a szervezőknek a munkája, meg a bagett, meg a víz, meg az áram a parkolóban. Tehát, hogy így nézve azért ez egy tehát nem buskálunk a pénzben. De abszolút korrektül tudunk üzemelni. Ha már számoknál tartottunk meg helikopternél, tévénél, akkor azt tudjuk-e hozzávetőlegesen, hogy az idei magyar körversenyt hányan nézték világszerte? Nézőszámot nem tudok még mondani, ez még várjuk még, ezt mondom, hogy hónap mi megérkezik. Körülbelül. Azt tudjuk, hogy hol ment adásba. Uh-huh. Adásba ez elég komoly munkát fizet az ISO, ugye az ISO a francia partnerünk, ugye a Tour de France is szervező cég, a média partnerünk, akin keresztül a jeleket eljuttatjuk a világ számos országába. A számos ország, ez az ISO-nak a dolga, hogy ez számos legyen. A mi kérdésünk az volt feléjük, hogy idén 10 országban szeretnénk élő adást az MTV-n, a Magyar Televízión kívül. Ez sikerült hozniuk, mert hogy 150 lett a szám. És tehát, hogy visszajelenőztük a TV-t, csatornákat, hogy tényleg ennyi, mert hihetetlen volt. A versenyőt egy héttel kaptuk meg az információkat, itt töltünk hanyat az irodában, amikor megjöttek az adatok. Szóval 150 országban élőben nézték a budapesti szakaszt, az első 4 szakasz pedig 100 ország adta, az Eurosport volt a plusz 50, az Eurosporton csak felvételről ment a verseny az első 4 napban. Ha már a budapesti szakasz, akkor érkezett nézői kérdés Hidrégi Krisztiántól, hogy jövőre is lesz a Tour de Hongrie Budapesten, mert nagyon tetszett. Örülök neki, hogy neki tetszett. Voltak még néhányan. Nagy kérdés lesz az, hogy a nem tetszők száma milyen lesz. Ugye azért ez fontos tudni, hogy ezzel a versenyre belenyúltunk rendesen a főorvos életébe. Ugye itt a 7-es buszt tereltük el, 2000 családot vagy ingatlan zártunk körbe. Igyekeztünk mindenkit előtt tájékoztatni, igyekeztünk mindenfelé mindent megtenni azért, hogy ne legyen probléma. Igazából Budapest kapcsán egyébként én hozzá nem tudott még el negatívom nagyon, de még lehet, hogy csak a hullámok most érkeznek. Ez nagyon bele fog abba szólni, hogy jövőre milyen döntést mer hozni a főváros, hogy ez jó-e neki vagy sem, és nekik mérlegelniük kell, hogyha 1000 emberből 999-nek nem akarja ezt, akár meg is a média felhajtás, akkor nyilván nem. Én arra számítok, hogy szerintem profin összerakott zárási terv, a BKK, a rendőrség, a Budapest közút egyeztetései és a tájékoztatások együtt azok azt hozták, hogy az emberek tudtak róla, és ha tudnak róla, akkor nem haragszanak ránk, de akkor éppen nem szereti a bringát, csak éppen nem tud hazamenni abban az egy órában. Szóval arra számítunk, hogy nem lesz nagyon-nagyon negatív a visszajelzés. Sőt, így igazándiból a fővárosból eddig, amit hallottunk, a sportügyosztály meg a városházáról eddig azt mondták, hogy nagyon happy és mindenki imádta a versenyt, de azért várjuk még meg a végét, amikor a írásban is megkapjuk az állást erről. Ha rajtunk múlik, akkor ez Budapest. Illetve látva itt a Tour de Hongrie meredek fejlődési ívét, abszolút adja magát a kérdés, hogy hogyan tovább és mik a távolatú céljaitok. Ez a kérdés, amit mostanában sokszor megkapok, hogy most Pro Series igen, nem, és arra igazából a válaszom most már az ezt a mezőnyt, meg ezt az évet látva, és azt a csapatoktól jövő visszajelzéseket, csapatoktól,
külföldi médiától, külföldi itt levő és külföldön dolgozó média munkatársaktól kapó visszaéléseket, akik azért sok kerékpárversenyt látnak hétről hétre. A csapatok ugye különösen ebben élnek. Azt kell mondanom, mi megérkeztünk, köszönjük szépen, mi jók vagyunk. Tehát innen fejlődnünk már talán nincs hova. Tehát a versenyszervezési szintje, éppen most itt olvastott fel Timi kolléganőm ma egy levelet, hogy az egyik csapat vélemény szerint az World Tour szint, amit mi teljesítünk. Tehát a szervezési oldal az rendben van. A csapatok létszáma, a csapatok csapatok, az, hogy World Tour csapatok vannak, vagy proteamek vannak itt ilyen létszámmal, ezen nagyon nincs hova fejlődni már, hiszen ez már kitölti szinte a teljes mezőnyt, és jó is, hogy van egy kis mozgásterünk itt a környező országból meghívni néhány kis csapatot, egyszerűen csak a sportpolitikai kapcsolatok fenntartása miatt, jó, hogy van itt egy lengyel, itt egy cseh, vagy akár egy horvát csapat. Szóval, hogy ha ezt nézzük, akkor mi már megérkeztünk, a következő lépcső az lenne, hogy igazi világsztárokat is itt lássunk a rajtnál, tehát, hogy amikor nem a Sagan bátyja, hanem az öccse van itt, például, és mert hiszen most, akik itt voltak, ezek a sprinterek, hisz minden csak a sprinter sztárokkal jött, valójában ők bárhol, bármilyen versenyt megnyernek a világon. Ezek a srácok, ezek tudnak szakaszt nyerni a Giro meg a Tour de France-on is, de mégis azért van a sportának egy olyan nagyjából 40-50 olyan kiemelkedő neve, akiket szívesen látnánk, mondjuk egy Nibalit, most mondjak egy nevet, nyilván nem ő lesz a következő, csak azért mondtam, hogy is mire gondolok, amikor igazán sztárra gondolok, vagy egy Walter Attilára. Pont ezt akartam kérdezni, hogy esetleg ezekben a célokban lehet-e segítség az, hogy most már nekünk is van egy sztárunk, gyakorlatilag Walter Attila személyében? Én azt gondolom, hogy a csapatok teljesen függetlenül döntenek mindenről. Tehát a Walter Attila nagyon nagyot húz a magyarországi kerékpározás elismertségén elfogadásán. Szerintem a külföldi csapatok felé is egy jó pont lesz, hogy hú, hát azért az ország a versenye, ahol a Walter Attila megy, az, aki a Giron. Tehát szerintem ez nekünk is jó. De igazából ezen is már túl vagyunk, hiszen napi kapcsolatunk van a World Tour-ral. Ezelőtt 2 évvel, amit most mondok, elképzelhetetlen volt. Kívül voltunk a dobozon. Fogalmunk sem volt, hogy az ajtó mögött mi vár majd ránk. Itt hol az ajtó az épületen. És most itt 2 év után, 2 év sikeres szervezése után stabilan benn vagyunk a rendszerben, fölhívhatunk bárkit a World Tour-ból, napi kapcsolatban tudunk velük lenni, tudunk tőlük kérdezni, infót adnak. Tehát én azt gondolom, hogy nem dőhetünk hátra, hiszen ez egy komoly munka volt eddig is, és most is komoly munka lesz ezt megtartani, de már az ajtón belül vagyunk, és tudjuk, hogy kihez kell szólni, és hogyan tudunk ebben az egész rendszerben megmaradni. Ettől függetlenül azért nem titkolt cél, és nagyon örülnénk neki, hogyha a proszíriz meg lenne, mert az egy sokkal biztosabb pont lenne az életünkben, akkor kevésbé kellene aggódnunk a csapatokért. Hiszen most azért... bocsánat, csak hogy ugye a Pro Series az a Nemzetközi Szövetségnek a második legrangosabb versenysorozat. Igen. Ez azért fontos, mert nem az a bajunk, ha nem vagyunk Pro Series, hanem az a bajunk, hogy ha mi időpontunkban más proszíriz lesz. Mert egy World Tour csapat számára az elsődleges és kötelező részvétel a World Tour eseményeken való megjelenés. És hogyha azon a hétvégén van mondjuk egy Giro, meg van egy mondjuk nincs más World Tour, de mondjuk van 2 proszíriz verseny, egy spanyol, egy meg Franciaországban, akkor buktuk a versenyünket, bármilyen jó kapcsolatunk a UCI-jal, a csapatokkal, vagy bárki mással, nem fognak eljönni, mert nem tudnak eljönni, mert részt kell venniük ezeken a versenyeken. De a UCI-nak a naptára úgy alakul össze, úgy állítják össze, hogy egy hétvégére nem raknak 4-5-nél több World Tour és Pro Series versenyt, maximum 4-et, és ha mi vagyunk az egy, akkor ott nem lesz másik mellettünk. Tehát igazándiból a Pro Series licensz megszerzése az nem azért fontos, hogy nekünk legyen, hanem hogy másnak ne. Világ.
Fehér Gergő kérdez itt közben kommentben, illetve gratulál a profi szervezéshez. Egy érdekes kérdés, hogy a magyar versenyzők mikor tudták meg Walter Attila eredményét, amikor megszerezte az összetett trikót, tehát a rúdaszín trikót, már a szakasz közben, vagy csak a kanizsai befutó után? Hú, ez nagyon jó kérdés. Én szerintem kanizsai befutó után. Tehát mindenki akkor, egyébként én is. Tehát, igen, mert akkor még ment a szakasz a Tour de Hongrie, amikor az Attilák már célba értek. Igen, ráadásul ráadásul a szakasz legkritikusabb része ment, tehát ott nyilván arra koncentrálunk, hogy az útvonalbiztosítása minden meglegyen. Így is volt sajnos egy komoly bukás a nem messze a céltól, szóval van, azért mutatja, hogy van min izgulnunk. És én amikor megálltam a célvonal után, a befutó előtt érkeztem oda a kocsival, és az ajtó kinyitáskor rögtön mondta, aki az ajtóba állt valaki mellette, és sugárzó arccal, hogy mi történt, tehát én tudtam meg a versenyző szerintem a befutó után pár perccel. Milyenek voltak a reakciók így testközelről? Hát megdöbbentő volt mindenki számára, mert persze tudjuk, hogy hiszen a fehér trikó is rajta. Úgy egyébként nyilván számolgattunk előtt, én is este volt, osztottam, szoroztam, néztem, hogy az állap, hogy áll, hogy hány másodperc hátránya van, ötödik helyen áll összetettben. Hát egy ilyen szakaszon, hogyha ő megjön, akár meg is lehet. Hát ez a benne volt a pakliban, csak azért benne lenni a pakliban, meg is csinálni, azért nem azonos. Nyilván mindenki fölrobban. Tehát mi is, hát biztos láttátok, hogy abban a pillanatban elkezdett mindenki rózsaszínbe öltözni, és tehát nem tudunk eléggé hálások neki ezért a teljesítményért, mert nem csak saját magának szerette ezzel eredmény örömet, hanem az egész magyar kerékpársportnak és a magyar körversenynek is. Igen, ezt is szerettem volna kérdezni, hogy neked személy szerint, akinek tényleg szívügyed ez a verseny, milyen érzés volt, hogy Atti utána gyakorlatilag millió tévénéző előtt bemondta előadásba, hogy hajrá Tour de Hongrie? Ez a fiú egy csoda. Hát én nem is tudom, tehát én ugye apukáját ismerem, hát nem is tudom hány éves korom óta, mert ő is KS is volt, Tibi. Együtt voltunk KS, csak aztán Fradiba is együtt versenyeztünk, tehát van egy közös sportmúltunk, és nyilván emiatt is van egy nagyon erős kötődésem a felük, és nagyon szorítok így Attilának, de hát az Attila egyénisége, kisugárzása, minden mozdulata egy olyan, nem az, hogy nem csak hogy vérprofi, hanem egy tünemény. Tehát, hogy én azt tudom kívánni minden sportág ilyen sztárt találjon magának, aki úgy a sporteredményeivel, mint az életmódjával, mind a nyilatkozataival, az emberségével, a mindennel ott van. Amikor kell küzdeni, akkor oda rakja magát és vérprofi, amikor nyilatkozni kell, akkor abban profi, hogyha ha lazának kell lenni, akkor abban, ebben jó. És minden mellett éppen diplomázik így a Giro mellett, tehát hogy ez egy csoda tényleg ez a fiú. Érkezett még egy kérdésünk, itt Lukács Gábor kérdezte, hogy kint volt a Pannonhalmán, és azt mondja, hogy nagyon szuper volt, köszöni szépen, illetve az lenne a kérdése, hogy a jövőben várható esetleg több hegyi szakasz még a kékestetünk kívül, és hogy ha igen, akkor merre felé láttuk erre a lehetőséget? Ez egy borzasztó jó kérdés, mi is nagyon szeretnénk. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy mi az, hogy hegyi szakasz. Ugye, amit ezelőtt 5 évvel gondoltuk hegyi szakaszokról, az ugye teljesen át kell értékelni. Tehát az általam régről ismert kerékpársportnak egy pirisi körpálya az hegyi szakasznak számított. Ennek a mezőnynek ez nem az. És ez nagyon nehéz ezt kezelnünk, mert hogy a mi hegyeink ugye más mértékűek, mint amit hozzám a szokva egy ilyen mezőny, egy Alpokban, vagy egy komolyabb hegyen. Korlátozottak a lehetőségeik. Igen. Hát keressük a megoldásokat. Ugye van olyan verseny, mert amatőr verseny, például a zalakarosi verseny, ami amatőröknek van, amit fölvisznek egy-egy falra,
Tehát, hogy lehet, hogy ilyeneket kell behúznunk, hogy befutók előtt ilyenekkel, ilyen falakkal széthúzni a mezőnyt, hogy ne minden nap sem befutó legyen, legyen látvány és show a nézőknek, és vagy fölvinni még más hegyekre is a versenyt. Ugye a nagy hegyeink ugye azért a Mátra mellettben, a Mátrában is van még öltetői oldal is, de az útminőség jelen pillanatban nem engedi, hogy ott meg tudjuk szervezni a versenyt baján. A kékestetőjét a Mátraházi oldal az alkalmas rá, ezért is használjuk ezt az oldalt. De például a Bükkben többször tudtunk versenyt szervezni, és én úgy tudom, úgy olvastam most idén tavasszal, idén nyáron meg fog épülni, fel fog újulni az az út, ami észak felé nyitja ki a Bükköt. Tehát ha ez megvalósul, akkor szerintem a jövő évben feltérképezzük, hogy a Bükkben milyen szakaszokat lehet megvalósítani. De mindenképpen szeretnénk legalább még egy szakaszt hegyen átvinni. Akkor ezért is szurkolom nektek. És nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk még egyszer. Hasonló szakmai és sportsikereket kívánunk, meg most elsősorban jó pihenést. Szia, Karcsi! Köszönöm szépen! A követőinek pedig az egész heti kitartó figyelmüket köszönjük szépen itt a teljes Tour de Hongrie kampányunk alatt. Reméljük, hogy élveztétek és tudtunk nektek újat mutatni, mondani, illetve arra biztatunk mindenkit, hogy kövesse figyelemmel ezek után is a Világ Cycling web, illetve Facebook oldalát, mert azután is változatlanul szállítjuk majd nektek a híreket. Még egyszer köszönjük szépen a figyelmeteket, reméljük, hogy jövőre is találkozunk, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!